fordult még elő, átöltözök a Magyar Nemzeti Galériában. Egy jótékony célú jogás esemény lesz. Ez egy olyan kezdeményezés, amit most már hagyományosan minden évben megcsinálunk, és minden évben karácsony előtt szervezünk egy olyan eseményt, ahol adományt lehet adni valamilyen jótékony célra. Természetesen mi is készültünk egy kis adománnyal, hoztunk egy cipős dobozt a Petőfi TV nevében, egy ilyen kis Petőfi TV-s csomagot. Ezt hova tudjuk most tenni? Így gyűjtjük az ajándékokat a lufik mellett. És innen fogjuk elvinni őket a gyűjtőpontokra, és úgy juttatják el a rászorulókhoz. Sziasztok! A Kánlók zenekar vagyunk, így kettesben, a Norbi, Murányi Norbi, és én pedig Szabadi Andrea vagyok, és ilyen különleges hangszerekkel játszunk, a Norbi a perzsa szantúron, amit itt láthatok, és ez nagyon sok húr van. Hány húr is van, Norbi? 72 húr van. És játszik még szintetizátoron, meg gitáron, meg amúgy még csomó más hangszeren, mert ő egy multi-instrumentalista, ki tudtam mondani. Ez a mai cimbalmunknak az őse, tehát a magyar cimbalmunknak is ez volt az őse tulajdonképpen. Én pedig ezeken az ufókon játszom. Ez a hang drum, vagy handpan, igazából handpan a becsületes neve, és ez pedig így szól. Kétszer világelmentem, és az egyik ilyen világelmenet alatt találkoztam ezzel a hangszerrel. Andinak a világelmenés, és én új hangszereket szeretek megtanulni, ha nagy fordulópont van az életemben, és akkor egyszerűen így ismerkedtem a népek zenéjével, és akkor így. Szeretnénk ezt világzenének hívni. Keresünk egy olyan ügyet, ami szerintünk fontos, vagy ami mögé mi szívesen odállunk, és azt vettük észre, hogy a jogázókat nagyon vonzák a különleges helyszínek. Én nagyon csodálkoztam rajta, hogy itt a Magyar Nemzeti Galériában tartanak jógaórát. Miért tartottátok ezt fontosnak? Azért elsősorban, mert hogy ez egy karitatív esemény, karitatív szándéka jött létre, ez a jóga, de azért ritkán vannak itt jógaórák. Hogy sokan együtt jogáznak egy olyan helyen, aminek különleges hangulata van, az segít mindenkinek egy egységélményt elérni, és tulajdonképpen a jóga az egy egységélmény, egy harmonikus állapot, és amikor sokan együtt jogáznak, akkor ez összeszorzódik. Nem is összeadódik, hanem összeszorzódik az ereje. Végére egészen átszellemültem. Nagyon meglepőbb volt szerintem az a része, amikor a többiekkel együtt kellett dolgoznom. Nekem ugyanis nagyon nagy az aurám, és nehezen engedek közel magam az embereket. Itt viszont abszolút nem zavart, hogy a többiekre kellett támaszkodnom, és egyfajta bizalom is rögtön kialakult, holott ismeretlenek álltak mellettem. És nagyon furcsa lesz kizökkenni, és újra a valóságban lenni.